Hello Vox Turist, mesztelentsiga invázió és frissen bejelentkezett szavazók az őrségben. Az őrségieket manapság nem annyira a választások, mint inkább a hosszú évek óta tartó spanyol mesztelentsiga invázió tartja izgalomban. Az egyre falán fenevadak fene vadak megfékezésére egyik jelölt sem tett ígéretet, pedig befutó lehetne, és ami azt illeti, sok helyen más témákkal kapcsolatban sem igen rukkoltak elő elképzelésekkel hisz úgy is ismerjük egymást. De vajon tényleg? És biztos segíte, ha igen? Márok földön például a választás előtti napokban a végletekig elmérkesedett a helyzet. Füllett, meleg szombat, a heti termelői piac napja őri Szentpéteren. Eszti néni furgonjából családi gazdaságuk termékeit árulja. 25 éve polgármester a szomszédos faluban. Mellette Csaba standja. Ő most először indul polgármesternek néhány faluval arrébb. Ő alföldi, felesége született őrségi, kisgyerekeikkel együtt néhány éve kezdtek fóliás zöldségtermesztésbe. V. Németh Zsolt színre lépését épp lekéstem. A Vasmegyei harmadik számú választókerület Fideszes országgyűlési képviselője, rendszeres és stabil résztvevője a falunapoknak és egyéb ünnepségeknek felé. Mint megtudtam, a politikus csak a béke, csak a Fidesz feliratú szórólapot is osztogatott a piacon. Karján az őri Szentpéteren induló Fideszes képviselő jelölt Bár ez a vidék V. Német Zsolt uradalma, az őrségi településeken induló 169 képviselőjelölt közül mindössze kettő indul a fidesz KDNP, egy pedig a Mi Hazánk színeiben. A többi jelölt független. A 62 polgármester jelölt mindegyike független. Máskülönben viszont nehéz egységes képet festeni erről a vidékről. Egyes települések, mint például Őri Szentpéter, lassan egybefüggő vendégház komplexummá alakulnak, ahol a kihívást az jelenti, hogy túl sok a napelem és instabil a hálózat. Máshol viszont az alapvető infrastruktúra, például a szennyvízcsatorna is hiányzik, így a talajba és a patakba mosódik a házakból a szenny. Megint más falu azzal küzd, hogy híres árpádkori temploma ellenére az 1800-as évek elejei szintre csökkent a lakosok száma. Mégis Eszti néni és Csaba példája talán valamennyire jól jellemzi a helyzetet. Egyre inkább jellemző ugyanis az idősebb, itt felnőtt generáció és a sokszor városi gyütmentek együtt vagy inkább egymás mellett élése. Ez néhol egész jól megy, néhol pedig kevésbé. Eszti nénihez hasonlóan 20-30 éve ugyanaz a polgármester például Veleméren, Szattán és Szalafőn. De sokadik ciklusát tölti Kerca Szomor, Őri Szentpéter, Ispánk, illetve Magyar Szombatfa neves fazekas polgármestere is. Ők ma is újra újraindulnak, egyesek kihívó nélkül, másoknak viszont akadnak vetétársaik. Más településeken viszont Csabához hasonlóan a fiatalabb korosztály és az újabb betelepülők vagy visszatelepülők is megmérettetik magukat. Hol békésebb, hol paprikásabb hangulatban. A régi sökfás temetőjéről ismert Márokföldön például korábban személyes konfliktusok miatt két táborra szakadt a közösség, ami a választások kapcsán még tovább élesedett. A településen ketten indultak polgármesternek, Dr. Gál Noémi állatorvos, akik férjével és három kisgyerekükkel kiterjedt birtokon gazdálkodnak, neki nagyszülei, dédszülei építették a házat, amiben élnek. Ők mamája is a Márokföldi temetőben nyugszik. A másik jelölt, Komáromi Nébeke Andrea, nagyjából két éve költözött az őrségbe férjével az ország egy távolabbi részéről. Mivel Noémiék szerint voltak arra utaló jelek, hogy esetleg idegen szavazók jelennek majd meg a településen, folyamatosan figyelték a választási iroda adatait. Így a választás előtt két nappal szembesültek azzal, hogy 35%-kal megnőtt a szavazásra jogosultak száma a településen, vagyis 57-ről 77 főre emelkedett. Kikérték az újonnan bejelentkezett szavazók adatait a helyi választási irodánál, amely szerint az új szavazók egy része Andreáék, illetve szomszédaik lakcímére jelentkeztek be. Az új szavazók egy része húsz év körüli fiatal. Soha nem látták őket földön előtte. A szavazás reggelén megjelentek, kiszálltak egy autóból, szavaztak, majd jövünk falunapkor is beszólással elhajtottak. Bár Noémiék panaszt tettek a választási irodánál az újonnan bejelentkezett szavazók miatt, az ilyen átjelentkezések már nem számítanak szabálytalannak egy pár évvel ezelőtti törvénymódosítás értelmében. Más településeken húsz ember nyilván fel sem tűnne. Ilyen kis falvakban azonban eldönthetik a választást, hosszantartó békétlenséget okozva ezzel a közösségben. Nem márok föld volt az egyetlen az őrségben, ahol éltek-e remek jogszabályi lehetőséggel. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Magyar Földön közel 50 kal 44-ről 65-re nőtt a szavazók száma. Sajtóhírek szerint az őrséghez közeli Zala megyei Lendvajakapfán is voks turizmus történhetett.